Tovább folytatjuk, mondhatjuk sport témával. Mégpedig egy közös adománygyűjtő akcióval. Tulajdonképpen igen. Vendégünk Szalai Bence, a Magyar Pro Wrestling Egyesület elnöke, és Elizabeth Grabo, a Műhely Klub önkéntese. Jó reggelt, szervusztok! Na, meséljetek. Mit kell tudni először is a Műhely Klubról, és aztán majd az együttműködésről is beszélünk. Milyen címre gyűjtötök a legfontosabb? A Műhely Klub egy kb. 10 éve létrejött projekt a menedékházon belül, ahol gyermekvédelmi szempontból leginkább veszélyeztetett fiatalokkal és gyerekekkel dolgozunk. És szerintem Bence meséljen a gyűjtésről. Hogy hogyan és miképp segítitek? Egy hónapja vettük fel a kapcsolatot ezzel a témával, így Elizabettel, és arra jutottunk, hogy a HCV-s közösségünk, meg az erőemelő közösségünkön keresztül meg tudunk szólítani egy csomó olyan embert, aki tud segíteni ezeken a srácokon, úgyhogy a sporttevékenységeikben támogatja őket, vagy bármilyen van, amire éppen szükségük van. Na, akkor várj, álljunk is meg. Most látjuk, mi a wrestling először is. Így van, kik vagytok pontosan? Mi így a HCV-s szinten a magyar pankrációt képviseljük, ezt a műfajt, ezt mi hoztuk létre itthon, és van egy olyan támogatói, rajongó közönségünk, akinek a köreiben szeretnénk ezt az adománygyűjtést véghez vinni. És részben kapcsolódik hozzá az erőemelő szövetség. Így van. Tehát, hogy az erőemelés pedig az a sportunk, amivel támogatjuk a ez egyfajta szimbolikus kapcsolat is lehet, hogy az erős, igazán erős emberek segítik a gyengébb rászorulókat? Mi sokkal jobban, vagy sokkal inkább a sporton keresztül kapcsolódunk egymáshoz, mert hogy így, ahogy a Bencék is, mi is ugye a sporton keresztül próbálunk a gyermekek életében egy változást elérni, mert hogy ez egy nagyon-nagyon önbizalomfejlesztő dolog tud lenni, és egy nagyon elfogadó közeg, hogyha együtt dolgozunk valamiért, a sport eredményekért, akkor ez egy nagyon-nagyon jó érzés tud lenni, és mi is ebben dolgozunk, Bencék is ebben dolgozunk, és igazániból így kapcsolódunk. Mit csináltok? Milyen élethelyzetekben vannak ezek a gyerekek, kiknek segítetek, milyen gyerekekkel foglalkoztok elsősorban? Leginkább állami gondozásban lévő gyerekekkel dolgozunk, de van olyan gyerek is, aki családból érkezik hozzánk, és nagyon sok sportprogramot szervezünk együtt, van egy klubhelységünk, ahova gyerekek le tudnak jönni, ilyen iskola utáni program egy kicsit. Tehát ezek számukra ingyenes programok, persze. De milyen sportprogram? Egy-kettőt mondj, vagy egy-két konkrét. Downhill, biciklizés, nagyon sokat csocsózunk. Szoktunk velük futóversenyekre járni, és most Bence felajánlotta, hogy erőedzéseket is tart nekik. Ezt akartam kérdezni, csak az adománygyűjtésben segítetek, vagy esetleg a példátokkal, programjátokkal, edzéseitekkel is? Ez remélhetőleg egy hosszú távú együttműködésnek a kezdete. Ez egy csak egy ilyen ünnepekre vonatkozó adománygyűjtés volt igazából itt a terv az, hogy az erőemeléssel, vagy akár a pankráció közösséggel együtt tudjuk támogatni magát a műhelyt bármilyen tevékenységben. Hogy találtátok meg a Műhely Klubot? Vagy miért pont ők titeket? Igazából mi Elizabettel ismerjük egymást már egy ideje, és én kerestem meg őt azzal, hogy mi az, amiben mi tudnánk segíteni, és akkor ő ajánlotta kifejezetten a Műhely Klubot, hogy ezért így nagyjából korosztályban stimmel az, akiket mi meg tudunk szólítani, meg akikkel a műhely foglalkozik. Mi az első fogadtatása a gyerekek részre? Nem tudjuk, mit tudnak már erről a dologról, hogy fog Bence jön. Várják, akkor ismerik? Ismerik, persze, ismerik meg. Hát ugye ők mindenre foghatóak, ami sporttal kapcsolatos, amit ki lehet próbálni, ami új, szóval nagyon várják. Hány gyerek van, akivel így egyszerre tudtok foglalkozni? Nálunk jelen pillanat olyan 10 gyerek van folyamatos kapcsolat, de ennél jóval több gyereket szoktunk bevonni, mert hogy azért még kis projekt vagyunk egyelőre. Ez különben nemzetközileg is egy érdekes megfigyelés, hogy általában az erőjellegű sportok, box, pankráció, birkózás, súlyemelés, olyan sportok, amelyek hátrányos helyzetű, ilyen-olyan élethelyzetekből kifolyólag hátrányos helyzetű gyerekek vagy fiatal tehetségek jönnek föl, és lesznek belőlük nagyon komoly profi sportolók is, hiszen van egy sajátos motivációjuk, ezt ti mennyire tudjátok meglovagolni? Ezt szándékozunk meglovagolni, tehát hogy ennek célja is volt az, hogy a sporton keresztül egy új identitást tudjon ezeknek a srácoknak kölcsönözni, és hogy egy lehetséges kvázi kiugrási lehetőséget, vagy egy életpályát, egy életutat biztosítson. Egyébként, amit ti csináltok, az annak mennyire vannak itthon? Hát hagyományai nincsenek, azt nem mondhatjuk, de mennyire népszerű, vagy mennyi követőtök van? Voltak egyébként ennek hagyományai, még így a két világháború között, és aztán utána az azt követő rezsimek voltak azok, amik ezt így kisöpörték a magyar köztudatból. Most ilyen az internetes követőbázisunk azért az 20 000 fölött van,
azért az élő műsorainkra rendszeresen 500 és 1000 között eljönnek, tehát azért meg tudunk szólítani. Ezért most bajban vagytok az élő műsorokkal, ti is gondolom a vírus miatt, amit egész évben. Szóta, ez van, egész persze, évben. Persze. Viszont akkor is segítettek, tehát azért nem tétlenkedtek. Nem. Hogyan tudunk mi segíteni, vagy a nézők hogy tudnak segíteni? Tart-e még az adománygyűjtés, vagy ez most befejeződött, és tehát mit kell tennünk? Hát a Bencék ugye indítottak ezt az adománygyűjtést, ami még 3 napig fog tartani, oda lehet utalni, majd az a pénz átkerül hozzánk, és mi abból fogjuk finanszírozni a Műhely Klub további működését, nyári programját remélhetőleg, ahova majd tudunk megint menni, úgyhogy még tart, igen. Hol találjuk meg, azt mondom. A Magyar Pro Wrestling Egyesületnek a bankszámla számára lehet utalni bármennyi adományt, igazából minden segítség jól jön, és a közleményben csak annyit kell írni, hogy műhely. Pro Wrestling Egyesület. Magyar Pro Wrestling Egyesület, így van. Jó, köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen. Sok sikert a gyűjtéshez. Sok sikert a folytatáshoz. Köszönjük.